A menekültekkel együtt segítőik is kiszorulnak a pályaudvarokról, miután a MÁV csak a vonatjeggyel rendelkező menekülteket engedi be a területére közvetlenül az indulás előtt. Ezt állították azok a civil segítők híradóknak, akik folyamatosan ott vannak az állomásokon. A forróság elől fák alá aluljárókba vagy parkokba mennek az úton lévők, a vihar elől viszont ők is behúzódhatnak az állomás épületekbe, tájékoztatott a MÁV szóvivője. Egy fiatal pár fürdőruhában napozik, egy kamas rác a telefonját nyomkodja, és egy tuja árnyékában négy hasonló korú fiú üldögél a nyugati pályaudvar mellett az Eiffel téren. Csak ők szúrják a terület biztonsági őrének szemét. A négy árnyékban hűsölő fiatalhoz megy, és azt mutatja, menjenek innen arrébb. A fiúk azonnal felállnak, és meg sem próbálnak vitatkozni. A terület egy cég magántulajdona, mondja kamerán kívül a biztonsági őr, és a tulajdonos nem akar itt menekülteket látni. A magyar államvasutak sem, állítják azok a civil segítők, akik folyamatosan ott vannak az állomásokon. Az egyik legnagyobb problémák az, hogy a MÁV területére, tehát az állomás területére nem engednek be minket, pedig ott viszonylag kulturáltabb körülmények fogadnák a menekülteket, és így 40 fokban itt kint kell várnunk, ahol nincs vezetékes víz, és ez nagyon megnehezíti a dolgunkat. Ezt a felvételt egy segítő készítette a keleti pályaudvar melletti metró aluljáróban. Sokan idehúzódtak a hőség elől, miután a pályaudvar épületéből elküldték őket az őrök. Itt várakoznak gyerekekkel, a bőröndön vagy a földön ülve, amíg nem tudnak tovább utazni a számukra kijelölt gyűjtőállomásra. De olyanok is vannak, akik az állomás épületének tövében telepedtek le. A gyerekek a földre terített szőnyegeken alszanak, és egy civil felajánlásból felállított mobil WC-t használhatnak, amíg tovább nem mennek. Van olyan civil, aki úgy szeretne segíteni, hogy felajánlja saját kocsiját egy-egy hasonló család utazásához. Hogy ne kelljen a vonattal, mondjuk a gyerekeivel 40 fokban egy személyvonattal mennie, de ez sajnos felvetheti annak a kockázatát, és ez nagyon szomorú, hogyha egy rendőr megállítja az illetőt, akkor bizony meg fogja kérdezni, hogy most akkor hova is mennek. A Helsinki Bizottság jogásza szerint embercsempészet gyanújába is keveredhet, aki így akar segíteni. Ezért inkább a tömegközlekedésben segítsen, aki szeretne, javasolják. Itt a szegedi állomás előtt a civilek szervezett csoportokban terelik a menekülteket az adott vonathoz. Segítik őket információval, és az önkormányzat biztosít mobil mosdókat, WC-t és egy fabódét, ahonnan tudnak ételt, italt osztani. Az éjszakai várható vihar miatt aggódunk egy picit egyébként. A MÁV szóvívője nyilatkozni nem akar, de azt mondta, általános szabály, hogy csak a vonatindulás előtt a jeggyel rendelkezők mehetnek be a pályaudvarokra, vihar esetén más szabályok vannak. A vasútállomások általában kora hajnaltól késő éjszakáig tartanak nyitva, így az utasok, a járókelők behúzódhatnak a vihar elől. És ez vonatkozik a menekültekre is, tette hozzá.